aztán Rockfordnal küldi hátrafelé Czibornak. Megállítja szintén a térdén, a közönség nagy izgalommal figyeli már most ezeket a bemelegítő mozgásokat. Hátra kerül most a labda Hidegkútyhoz, és aztán a játékvezető középre rendeli a labdát és a játékosokat, és a magyar csapat 2 óra szerint került a labda, és aztán Bosics a labda vissza Budainak. Most már azonban ott van Dickinson, aki keteszi a bedobást, a játékvezető azonban lesípolja, és pedig... Emlében az első percen belül a Nándi az óra 45 másodpercet mutatott, de Helsinki... Lantos gyönyörűen szerel! Most a Czibornak, Czibor száguld a labdával, viszi! Ami előre rúgás után a sípszó, a játékvezető kell csinál, úgy adja tovább Hidegkútynak. Hideg után Matthews próbált elmenni, azonban ott volt Czibor mellett. Itt visszajött védekezésbe. Csúnya verést kaptok, inkább soroksáról játszottok egy edzőt. Úgy volt, hogy repülővel megyünk, és akkor a Guszti bácsi, hát mondjuk így majd meg, és ez megnyugtatta, csapogattak bennünket. Igen, mert a svéd mérkőzést megtekintette az akkori... ...kezdéssel neki rukolni, mint ahogy a Nándi neki ment. És az a felkészülés, azt, amit a Guszti bácsi biztos a méretnek megfelelő pályát irányuló eredmény volt. Ne, hát ez nagyon átlátszó magyarázat. Nyertünk egy évvel ott megelőzőleg a Helsinki olimpián. Hát igen, hát jó, mondjuk ugye azért akkor már beugrott pont a Hamrinnak az első 2. No, de nézzük tovább az angol meccset. Van, ketten állnak mellette, vissza az első félidő 10. percében. A kapus kirúgása után Puskás fejjel a labdába, elcsípte fejjel, maga elé teszi, aztán tovább vagy a Kocsisnak, Kocsi ott van az ötösön. Most ívelődik befelé a labda, Kocsis, Bosik szerel, bravo, Bosik, bravo! Tovább előre Czibornál a labda, Czibor egy csell akar csinálni, Wright azonban ellöki, mégis az övé a labda, tovább Czibor, egy pillanatban Kocsis, egy Kocsis Budainak adja, milyen jól játszik. Na most Puskás egyedül áll, de egy kicsit oldalvonal mentén, most ível Kocsisnak, Kocsis fejjel, bravo, lantos lába, biztos, halálbiztos, szerelni tudja az angol játékost, és Hidegkútynál van-e pillanatban a labda, Hidegkúty Puskásnak adja, szét van verve most az angol védelem, öcsi most Hidegkútynak, Hidegkúty lő, gól, és a játékvezető offside-ot ítél, hát egy ilyen gól. Mi a Wembley-be 2-0-ra vezethetünk, mert veszélyes ez a támadás most, megtámadja őt Puskás, jaj, de jó, tovább előre, e pillanatban, de megint Puskás vágja Czibornak, Czibor a félvonalon túlról indul el, az angol védőket igyekszik lefutni, Johnston ott áll mellette, Czibor egy kicsit lassútja a futását, e pillanatban lő, a lövés azonban, de gyönyörűen, aztán Kocsis elfordul a labdával, szép tesis, most vágja előre a labdát, Puskási a félvonalon, Puskás megállítja, aztán vágja tovább előre, hosszan magasan a labdát remekötött, jó el, vágta be a hálóba, és pedig most az első félidő 17-18. percében. Kocsisnak adja, Kocsis Puskásnak, Puskás tovább pöccinteni, de ketten ott áll a Kocsisé, mégis a labda, Kocsis egy csel csinál, lőni készül, de most ott van az angol térfél közepén, most vágja Puskásnak, Puskás Hidegkútynak, Matthews azonban gyönyörűen szereli Zakariás, aztán Kocsisé felé, Kocsis most kiugrik a labdára, vedd le, gyönyörűen levette a labdát, lőj! Ez a labda most ezen hátra felé játszik, Puskás felé küldeni a labdát, az Alfred tovább teszi Robnak a bal szélsőnek a labdát, majd újra elkezdi a Hidegkúty őt, el is küldi a labdát, Zakariás Puskásnak adja pillanatban, Puskás egy csel okosan befelé, ott van Kocsisnál, lőj! Lövés! Hely! A labda Puskás lábáról le a kapus, de pillanatban rosszul rúgja ki, pontosan Puskás lábára. Puskás Czibort szökteti, Czibort elmegy Remzi mellett, most vigyázz Zoli. Puskásé! Puskás áttör a védőkön, elesik! Hely, nem futja a bíró, de Hidegkútynál a labda, lövés! Hááááá! Játékát nyújtja Bécsben, de most nyújtja igazán. Most is Budainak adja a labdát. Kocsis száll a másik oldalon a labda. Tovább kerül, de Budai utána megy megszer az angol térfélen. Aztán Kocsis élene a labda. Most befelé gurítani. Ott a labda Hidegkútynál. Puskás végzi ezt el, befelé dobja Czibornak a labdát. Ráj, fejjel tovább küldi, ott van Kocsis terzi meg. Kásnak teszi Puskás, a mi térfelünkről indul el vele. Laposan gurítja Kocsis lábára, Kocsis laposan tovább Bozsiknak, Bozsi a labdával. Nincsen rajta senki, a jobb szélső helyén van-e pillanatban. Czibor most az alaponalról Puskásnak adja, Puskás csel csinál, lő, gól! 3-1, gól! Az angol térfél közepén, és pedig a balfedezett Dickinson. A Wembley stadionban a királyi páholy államot csodálatosan játszok, de... Ura bedobás következett, Kocsis gyönyörűen a labdát Puskásnak adja, Puskás a félvonalról indul el, meredeken szökteti Budait, már úgy ítélte meg Ekezli megmozdulását. Szabadrúgás a miénk javára, tehát mintegy 20 méterre, 25 méterre Meri kapujától. Bozsi készülődik neki a labda elrúgásának, Puskás beleteszi a lába, gól! Gól!
fiúk csodálatosan játszanak. Nem láttam még soha így játszani a magyar fiúkat. Na Kocsis, most nálad a labda. Az újra kezd a közvetítés, csupa nagybetűvel mondanám, hogy írnám a nevét meg. Uda itt kiöklözi, Bosik megtolja. Kocsis merre veszi, aztán hátrahúzva küldi előre. Ott van Puskásnál, Puskás átszor a védőköz. Már a Ferenc hosszú ívben küldi előre. Kocsis leveszi a labdát, hátra jön ő is a védőköz. Jó eladását, Lóránt fejelíti előre a labdát. Pontosan a felező van, ez rugás, de jól száll a labda, fölügri Kocsis fejjel Puskásnak, Puskás helyén, de gyönyörűen hidegkútinak. Kocsis most megállította az angol távot, előre vágódik a labda, ott van Kocsisnál, Kocsis, tovább vagy a Puskásnak, Puskás lő, de belelépnek a lövé, van a labda. Most ível át Puskás felé, Puskatóim, mert a pillanatban már a mieinké a labda. Ott van Kocsisnál, hogy Kocsik fejére száll, ott volt, helyezkedett. Az angolok hátrálnak. Idei az alapon arra felé, ott van Cibornál. Cibor még egy beadást. Most ívelődik vele, aztán Kocsisé. Kocsis tovább vágódott befelé, de Grosics védeni tudott. Ez mérkőzés. Jaj. Kocsis jobbra játszik Tibornak, Tibor mindenütt ott van. Tágult a labdával, viszi át a félvonalon, öcsinek. Öcsi el is megy a labdával, most kapta meg a Budainak. Budai tágult, de ezt nem szabad ki. Értélem vagyunk, néhány centiméterre csak a vagy a Cibor mindenütt ott van, megállítja ő a labdát most. Tovább rakta Kocsisi a labda, Kocsis szépen a jobb lábára helyezi, még mindig nála van. Most egy okos kiugratás Budainak. Budai azonban nem tudja el. Taylor tovább teszi, Mortensennek, te milyen jó csel. Lóránt kifejeli a labdát, Kocsi Budai segíteni. A magyar szélsők állandóan a védők segítségére sietnek. És most Kocsis vinni a labdát, előre íveli, ott van Puskás lábán a labda. Öcsi előre vágja Budainak, védőkön Puskási a labda, Öcsi itt a helyzet most, Epitter elé, milyen könnyedén választja el a labdától. Nem áll föl, Budainak, Budai Cibornak, már lemaradt, ő sem olyan gyors, nagy munkát, azonban közben már kicsúszott a labda az oldalvonalon túlra. Puskás menj el, most adja tovább Hidegkutinak, Kocsisnak. Kocsis igyekszik áttörni a védőkön, hárman állnak mellette. Puskás szalad a labdának, laposan teszi, Hidegkutinak elcsípi. Most adja befelé, Öcsi, vigyázz a labdával. Most vágja befelé, Kocsis fejel, kapufáról vár. Kocsik szédületes lövésével ötkez az a labda. Lóránt előre Puskásnak, Puskás fejjel teszi tovább, zaki a labdát. Továbbítja ide Puskásnak, Puskás elmegy egy csellel, aztán gyönyörűen szökteti Kocsis Hidegkutinak. Várt látjuk, amint munkába van. Ezek a cselek nincsenek benne az angolok futball lexikonjába. Úgy tör előre, ahogy ezt megszoktuk tőle, de a leadásra már nem. Öcsi hátrafelé küldi most a labdát. Lantos, a magyar csal ott van Bozsiknál megint. Bozsibornak, de mégis Ciboré lesz a labda. Cibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a Kocsis fejjel Puskásnak adja. 16-oson vagyunk. Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! Puskás elmegy Remzi mellett, viszi a labdát, lőni készül, azonban belevető, és már is Kocsisé. Sanyi gyönyörűen művészien játszik, szépen veszi le a labdát, megfordul vele, kivár, amíg Budai fölzárkózik. Játékosok számára, ott van Cibornál, Cibor száguld a labdával, az alaponalnál van, most termeszten nézi, amikor Puskás vágja befelé a labdát, Budai lábatunk befelé. Puskás készülődik a labda berugásának, most is jól száll befelé a labda, Kocsis fejéről lesz Juel másodszorra a labdát, akkor már szabadítanak. Hidegkuti a labdába, de Remzi mégis ki tudja küldes nyugalommal hozza ki a labdát. Milyen nagy játékos, Bozsik cucu, már is Puskási, Puskás Budainak, Hidegkuti tovább pöckölik, Kocsisé, aztán ide Puskásnak, Puskás a bal szélső helyéről lőni készül, egyszer elmegy Remzi mellett, ott a labda előtte, ívelődik, ott van Budainál, lőd rá, lövés, fatos. Puskás átlépi a labdát, Lantos tovább kerülne Puskáshoz. Pusk két védőjátékosan szemben szerzi meg, itt van Cibor neki. Cibor száguld is a labdával, mennyivel gyorsabb, mint az angol fiúk. Íveli befelé, kifejelik a labdát. Cibor felé száll újra, menj utána, ott van Puskás. Puskás meg is kapja, a 16-os vonalával egy magasságban van. Puskás, aztán lő! Lantos támad meg, Miska támad meg, ott van mellette a labdát, de pillanatban is Puskásnak adja, Puskás tovább Kocsisnak, Kocsis megfordul, hely, de szépen forog, de aztán Budai meg is kapja, Kocsis, aztán a második félidő, 20.-21. percében, amikor vezetünk 6-3-ra, Kocsisé a labda, Kocsis megfordul vele, aztán Budai, na Budai most menj! Cibor e pillanatban már az angol térféle laposan, könnyelműen teszi, már is a labda, Kocsis a 16-osról lő fölé! Kocsi majd Puskásé, Puskás a félvonalon van, ne cselezz, öcsén, nem megy most a cselezés, ilyenekkel. Grosics most előre vágja a labdát, ott van Kocsis lábán, Kocsis leveszi, Budai mellette áll, Kocsis a jobb szélső helyére húzódik, aztán meredeken szökteti a labdát, Kocsis szalad rá a jobb szélső helyén, elcsípi az a labdát, Puskásé, már a félvonalon vagyunk most, Kocsisé, Kocsis egyedül nyargalhat, de nem tudja elcsípni, de elcsípte, de kihúzódik a jobb szélső helyére, aztán bekanyarodik, még mindig nála a labda, most Puskási, Puskás lő! Megállítja, aztán Kocsisé, majd visszajön. Jaj, de nehéz volt. Megint
Puskási a labdapuskás fejjel hátrafelé teszi Czibornak, tarkójával küldte hátra, de aztán amikor labdát, akkor úgy tudja csak elcsípni, hogy a kezét is használja. És a... hogy technikailag felülmúltuk az angol játékosokat. A lényeg itt az volt, hogy tulajdonképpen mi egy egészen új játékrendszerrel mentünk ki Angliába, amellyel szemben az angolok szen, a mi játékstílusunkat később néhány hónappal ki... Budanszki Jenő. Hát azok a csapatnak a szelleme, akarása, és azt mondom, hogy... 31 éves korában milyen lelkesen küzd Hidegkutyi Nándi, úgy, mint egy 20 éves, vagy még talán annál is fiatalabb gyerek, és most Puskási a labda. Puskás meredeken szükteszi Czibort, le van futva az angol védelem, csak Czibor most okosan adja. Budai már! Nem, odaadja a labdát Puskásnak. Puskás lő, elvetődnek az angol játékosok a kapu torkában, és úgy mentik a helyzetet. Czibori aztán a labda. Czibor egy csel csinál, igyekszik elmenni vele, megfogják a lábát, mégis az övé a labda. Czibor menj befelé, fölvágja Remdi, de még az utolsó 15 perc még nagyon sok izgalmat és szépséget ígér. Puskás átjön a félvonalon, aztán újra Czibori a labda, Czibor most már az angol térszél között. Helyzeti előnyben volt, vele szemben már kifáradt, kifulladt Czibor egy magasságban. Bedobás következik, Puskás Cziborhoz teszi, Czibor tovább, nem lő, a lövés a jobb sarokban tart. Kuti odaadja Czibornak, Czibor a bal összekötő helyén van, most teszi tovább Puskásnak, Puskás átvágja Kocsisnak a labdát, Kocsis el Kuti kiugrani, nem ő Kocsisnak adja inkább a labdát. Kocsis Puskásnak. Puskás fölemeli, a lábára teszi, aztán leállítja, most játékvezető nem sípol, Czibor éles a labda, aztán Puskás, menjél öcsi, hát egyedül vagy, ott van Johnston is azonban, vele szemben löv is, visszafelé küldi a labdát, na most már a földön mérkőzik meg Puskás az angolokkal, e pillanatban Lapos is vágja előre, de nagy a nyomás, most az angolok hellatlan erő, a fejes, azonban Kocsis állítja meg a labdát, Kocsis is a 16-oson belül van, angolik, aztán Kocsis, háj, csak Puskás van elől, Czibor most a magyar 16-ossal egy magasságban szerzi meg a labdát, és Puskásnak adja, Puskás azonnal támadást indít el a félvonalról, Hidegkuti már előre tör, Zakariási a labda, az angol térfél közepén Czibor kapja meg, egy csel, még egy csel, most ívelődik, időkön Puskásnak ad, Puskás a 16-oson lő, le Wembley stadion tetejéről, és azt hallom, ahogy... Sikereket ér el. És utána Kocsis, utána nyarga,